Vasadon is ülésezett a képviselőtestület. Döntéshozók elé került a három helyi út felújításával foglalkozó napirendi téma, amelyről június 17-én már lakossági fórumot is tartottak. A részleteket a polgármestertől tudtuk meg. Belterületi út felújítási programba nyertünk 40 millió forintot, ez a Kossuth utca egyes szakaszának a felújítását, illetve a Széchenyi utca teljes burkolatának a aszfaltozását érinti. Itt 39,5 millió forintról kaptunk árajánlatot, ezt fogadta el a testület, illetve a másik út az pedig a Rávágyi út, a szintén belterületi út felújítási programban, ott a belügyminisztériumhoz pályáztunk. Itt mivel szélesebb terveztünk, mint a pályázat lehetővé tette volna, illetve kicsivel hosszabb is az útszakasz. Itt 23 millió forintról volt az eredeti pályázati összegünk, de 28 millióról kaptunk árajánlatot, ezt fogadta el a testület. Tartottak egy lakossági fórumot is, ahol tájékoztatták a lakosságot a beruházással kapcsolatban. Korábbi években a 4605-ös számú főút felújításánál mi a lakossági fórummal kezdtük a beruházást, illetve a felújítást, és ez nagyon-nagyon jó sikeredet, hiszen itt tudtuk közelíteni a vállalkozót, illetve a lakosságot, az érintetteket. Ugyanígy jártunk el ez esetben is. A lakossági fórumot hívtunk össze, ide kimondottan a felújítandó utcákban lakó polgárokat, ingatlan tulajdonosokat hívtuk meg. Hála Istennek jó hangulatban zajlott a lakossági fórum, illetve tudtuk egyeztetni, hogy milyen munkálatok, milyen stádiumban fognak kerülni, mikor lesznek korlátozások az utcában, illetve milyen igényeik vannak az ott lakóknak. Mikor várható a beruházásnak a vége? Tulajdonképpen ugye az elmúlt héten átadtuk a munkaterületet, a szerződés értelmében augusztus 6-án kell, hogy visszaadja a vállalkozó, illetve átadja részünkre.